A hit évében tekintsünk a szentekre és a boldogokra, akik előttünk jártak a hit útján, és akiket az egyház példaképül állít elénk. Életútjuk, gondolataik megismerése segíti a mai embert a hétköznapok nehézségeiben. Chiara Luce Badano egy közülük, akit 2 évvel ezelőtt a boldogok közé emelt a Szent Atya. Ő 18 évesen halt meg, súlyos betegségét derűsen viselve, családjával együtt növekedett a hitben. Élete és tanúságtétele napjainkban sokaknak segít. A Csűrös családdal beszélgettünk erről. A munkahelyen kolléganőmnek többször elmagyaráztam, hogy mi mit éltünk át, mi volt az életünkben, és egy adott alkalommal Chiara Luce életének a könyve került a kettőnk kapcsolatába. Én kértem egy olvasnivalót, ő meg ezt ajánlotta. Az az igazság, hogy ezelőtt pár évvel, ugyanúgy sok szenvedésen, sok küzdelemmel találkoztunk az életünkben, mivel a kislányunk beteg, csontdaganatosan, sok kezelésen átmenve végig küzdöttük vele együtt. És akkor rá egy pár év után megkapni egy olyan könyvet, ami valóban, mintha ugyanazt az utat újra és újra eleveníti benned, és átélni újra ugyanazokat a perceket, és rádöbbenni arra, hogy igenis más is van, aki ezt végigcsinálta, és ha egyszer hiszel és bízol valamibe, akkor végig lehet. Hát húsvét előtt a könyv a kezembe került. Én szabadnapos voltam, és olvastam a könyvet. Közben ez időben Anna lányom pedig lelki gyakorlaton részt vett az iskolával egy plébánián. Ahonnan ő, amikor hazajött, akkor rádöbbent arra, hogy az a könyv, amit én megkaptam, ugyanaz a könyv, amit ő filmbe aznap meglátott. Én előtte, miután a nővérem meghalt, nem nagyon szerettem így az egyházat, a templomot, inkább csak otthon egyedül voltam. És egy lelki napon voltunk az osztályjal, ilyen kötelező sulis program. És amikor megnéztem a filmet, akkor nagyjából így mindenki azt várta, mert, hogy mikor bőgöm el magam. Mert valahogy minden lelki napon előjött az, hogy a nővérem meghalt, meg a végén mindig sírtam. Mikor hazajöttem és anyának elkezdtem mesélni, akkor nem tudom, nagyon jó volt látni, hogy ő is elolvast, és így mind a ketten valahogy így tudtuk, hogy ez a mi életünkről is szól egyben, és nem csak Chiara Luce-ről. És utána mindig próbáltam egyre közelebb kerülni ehhez a fokulár mozgalomhoz, meg Chiara Luce-hoz is evel kapcsán. Megbizonyosodtam róla, hogy nekem ehhez szükségem van, hogy így éljem az életemet, mert másképp nem tudom annyira nyugodt lenni a mindennapokban. Amikor
minden elindult anyáékban, meg tesomba. Akkor bennem is elindult, hogy megjelent a életünkbe Chiara Luce, és akkor bennem megragadt az, hogy én is így tudjak szeretni, így feltétel nélkül tudjak szeretni embereket. És ez a szerepem, hogy próbálom, ahogy ő elindította ezt a szeretetet, úgy én is továbbadni, vagy